Bejelentés érkezett a rendőrségre, miszerint egy kenderesi ingatlan melléképületéből mosógépet, fűkaszát, elektromos fűnyírót tulajdonítottak el. A rendőrök a bűncselekmény feltételezett elkövetőjét elfogták és előállították a rendőrkapitányságra. A nyomozók a beszerzett információk alapján több lopott tárgyat megtaláltak és lefoglaltak. Továbbá a jogsértőt gyanúsítottként kihallgatták, majd őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatása indítványozására. A rendelkezésre álló adatok alapján az őrizetbe vett 30 éves kenderesi férfi az elmúlt fél évben több helyi ingatlanba is bement, ahonnan főleg szerszámgépeket, elektronikai termékeket és háztartási gépeket tulajdonított el. Ezeken kívül egy kis újszállási áruházból is próbált különböző pipere termékeket ellopni. Továbbá egy alkalommal elvitt egy nyitva hagyott autót a benne lévő indítókulccsal, majd azzal több utcányit kocsikázott. A járművet végül leparkolta és azt hátrahagyta. A karcagi rendőrkapitányság az egyesített büntetőlajstromában 10 rendbeli lopás és egy rendbeli jármű önkényes elvétele miatt folytatja az eljárást.